Hello, sziasztok! Néha zavar minket, s néha képek zavarják. Ismét énekelte a Lokomotív GT együttes a 6. Csongrádi Körös-Toroki Rádióamatőr találkozó kezdésének, illetve megnyitójának. Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, rádióamatőröket, CB és PML rádiósokat, illetve Csongrád város vezetőit, Bedő Tamás polgármester urat, Cseri Gábor alpolgármester urat, Gyovai Gáspár alpolgármester urat és Máté Attila képviselő urat, és Újszász Erika kempingvezető asszonyt. Kedves vendégeink! Kedves vendégeink, újabb év telt el, ismét összejöttünk néhány napra ide a csodálatos Körös-Toroki kempingbe. Kis közvetlen baráti beszélgetésre, hogy ne csak rádión, hanem személyesen is találkozzunk régi barátainkkal, vagy új személyes barátságok alakuljanak ki közöttünk, különféle rádiós csoportok között, ugye, ahogy említettem, CB és PML rádiósok is vannak a körünkben. A találkozó másik célja az, hogy műszaki ismereteinket bővítsük a rádiózással kapcsolatban, illetve a tapasztalatainkat megosszuk egymással, és népszerűsítsük is egy kicsit a rádióamatőr tevékenységet a fiatalok körében, ami sikerült is, hiszen tegnap elég sok ifjú rádióamatőr palánta jelöltnek sikerült összerakni egy egyszerű kis elektronikai áramkört. Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy nagy örömükre. Én ennyit szerettem volna megnyitóként elmondani, megkérem Bedő Tamás polgármester urat, hogy köszöntse a vendégeket és nyissa meg a találkozónkat. Kedves rádiósok, jó volt hallani ezt a beharangozót, mert tudatosult bennem, hogy immár 6 év, amikor Paplacit elneveztem HG Elixírnek, ha jól emlékszem. Úgyhogy telik az idő, Laci. Látom. Hívó nevét rögtön nem tudtam lefordítani. Ebből is látszik, hogy azért nem vagyok egy technikai zseni ezen a területen. Annak viszont polgármesterként kifejezetten örülök, és nyugodtan mondhatom, hogy tényleg boldog is vagyunk, hogy 6. alkalommal is ide jött ez a találkozó. Nem tudom, hogy Paplaci mit tudhat, de nem emlékszem az elmúlt 6-8 évben olyanra, hogy a teljes városvezetés ott lett volna egy megnyitón. Úgyhogy elég komoly ráhatása van ránk. Sőt, hát egy kicsit tovább akarom cifrázni, akkor azt is mondhatná, hogy annyira jelentős rendezvény lett a Körös-Torokban ez a rádiós találkozó, hogy a Magyar Rádió élő közvetítő kocsi is kijött erre az alkalomra. Tehát félre a tréfát, holnap innen sugározza a Kossuth Rádió a műsor címe? Országjáró című műsorát. Én úgy gondolom, ennél jobb helyszín nem is lehetett volna találni. Most is csak azt tudom mondani, hogy remélhetőleg ez nem az utolsó ilyen rendezvény itt a Körös-Torokban. Abban is bízunk, hogy a későbbiekben a Körös-Torok tovább tud szépülni, és ha már itt egyszer helyt talált ez a rendezvény, akkor maradjon itt nagyon-nagyon sokáig. Várunk vissza mindenkit, önöket, titeket jövőre is, így augusztus végén itt a Körös-Torokban. Köszönjük, hogy itt vannak, itt vagytok, érezzétek jó magatokat! Köszönöm szépen, polgármester úr, mindannyiunk nevében az elismerő és biztató szavakat. Megkérem Máté Attila képviselő urat, hogy ő is szóljon néhány szót a rádióamatőr találkozó megnyitásáról. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Csongrádi Körös-Torokban. A lényegében azért is kaptam egy kis szót, hogy az én körzetemhez tartozik a Körös-Toroki üdülőterület, és hogy egy pár szóban szóljak önökhöz. Hát én nagyon örülök annak, hogy ez a találkozó is itt talált helyet, immáron 6. éve. Én bízok benne, hogy ez is olyan rendezvény lesz, mint számos rendezvény itt a Körös-Torokban, hogy nem csak múltja, hanem jövője is lesz, és jövője is van. Én úgy gondolom, hogy itt a szervezők mindent megtesznek azért, hogy önök jól érezzék magukat,
mi is, mint önkormányzat, és illetve önkormányzati vezetés, mi is igyekszünk mindent megtenni azért, hogy önök kellemesen töltsék itt az időt, és hát hogyha az idő is kedvezne, akkor még jobb lenne egy kicsit itt a Köröstorokban, de így is nagyon szép, és hát egy hangulatos hely. Ugye itt egy számos rendezvényt említettem, és volt már itt másik találkozó is, volt egy tuningautó találkozó a tavalyi évben. Hát remélem, hogy az is hasonlóképpen fogja önöket követni, hogy ők is visszatérnek majd hozzánk. Én bízok hozzá, hogy önök is évről évre meg fogják látogatni a köröstoroki üdülőterületet, és még nagyon sokáig tudunk házigazdái lenni ennek a rendezvény sorozatnak, mert ezt már lehet sorozatnak mondani. Én magam részéről is kellemes időtöltést kívánok önöknek, próbálják kihasználni az időjárásattal a lehetőségeket itt a Köröstorokban, és hát alkalmat nyújt, úgy, ahogy polgármester úr is mondta, nagyon jó beszélgetésekre, kis társalgásokra, eszmecserére, és töltsük el ezt az időt együtt úgy, hogy mindenki megelégedve távozzon majd innen a program végén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Máté Attila úrnak a találkozó megnyitását. Kedves rádióamatőr CB és PML rádiós társak, szeretném megköszönni a találkozó létrehozásában és lebonyolításában résztvevők munkáját, és itt egy rövid kis felsorolást szeretnék elmondani nektek. Csongrád város önkormányzatának az anyagi támogatást, az OPC-net Kft.-nek az informatikai háttér biztosítását, a Tiszatáj Polgárőr Egyesület munkatársainak a rendezvény biztosítását, valamint HG8 Elixel Lacinak és Timi Y-nek, valamint családjuknak a szorgalmas és kitartó munkát, HA5 BFN Lacinak és Ibolya Y-nek a találkozó megszervezésében nyújtott támogatást, valamint a Csongrádi Rádiós és Modellező Egyesület vezetőjének, Kun Csaba úrnak a támogatását. Jó pihenést, jó szórakozást szeretnék kívánni mindenkinek itt a találkozó ideje alatt, és szeretnék még egy néhány percre igénybe venni a figyelmeteket. Sajnos az elmúlt esztendőben nagyon sok rádióamatőr társunk tette le örökre a Morse billentyűt. A következő zenével szeretnénk megemlékezni rájuk, hogy gondolatban legyenek itt velünk a találkozón. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. Writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing.